damn it. $50. That police ticket ain't good for nothing. Tommy, come on. We could have been told. Relax. It's Christmas time. Yeah, Merry Christmas. Gotti megszegte a megállapodást. Tudta, mit csinálnak az emberei. Végeznünk kell vele, Paul. Nem. Megígértem Neilnek a halála előtt, hogy előbb meghallgatjuk. Ha valóban tudott róla, akkor neki befellegzett. Ki biztosítja a helyszínt? Dickie intézte, a legjobb embereinket küldte. Spark Steakhouse. Egy ember egy szál se. Hova a francba bújtak? Tommy, vissza a kocsiba! Véged, Tommy! Valamennyien megmérettetünk. Megkísért a reménytelenség. Nap mint nap látom azokat, akik eladják a testüket. Akik betörnek, lopnak és rabolnak. A lelkünkben háborút. Isten és a sátán csatázik ott. Megvívnak mindannyiunkért. Brooklyn, 1933 karácsonya. Tessék, asszonyom, a visszajáró. Grácie. Vágja le a kövérjét, legyen szíves. Már is a 24-es a fiam születésnapja, a 9-es pedig a bíboros úré. Ezek a szerencse számaim. 5 cent és a szelvénye. Grácie. Mondja, mennyi is lesz az eheti nyeremény? $300 a szerencsésnek, mint mindig. Mamma mia, dammi la bella fortuna mia, grazie, grazie. Tessék! Ez Carlo. Kihozom a pénzt. Csak add oda neki. El ne csavarogj vele, hallod? Mindig ez van. Aztán várhatom haza. Mindjárt itt vagyok. Paolo! Nem hallottad, mit mondtam? Mit akarsz mindig attól a semmire kellőtől, ha? Ne izgulj már, anya, nyugi! Mindjárt visszajövök. Már hogy ne izgulnék! Körmünkre ég a munka! Paolo!
Bődeskölök. Dobd hátra a pénzes zsákot a többihez. Szép öltöny. Mit lógatod az orrod? Az élet igazságtalan. Az urak, akiknek tele a zsebük, pulykát vesznek a boltban és mosolyogva távoznak. A sikátorok lakói meg, akiknek semmiük sincs, bámulnak, mint a birkák. Pont, mint a birkák. Kétfajta ember van a világon, testvérem. Aki megszerzi, és aki nem. És akkor mire van az Isten? Állj a lábodra, kölyök. Bemutatlak Vito Genovese-nek. Lesz saját kocsi, és minden napra egy új öltöny. Oké. Csak történjen már valami. Ha gondolod, most rögtön beállhatsz. Bármit megcsinálok. Semmi se számít. Akkor jól figyelj. A Nardinók rá akarják tenni a kezüket a területünkre. Kellene még pár ember, hogy Móresre tanítsuk őket. Na, erre mit szólsz? Hagytalak nyelv! Élök! Halljam, kik ezek a fiúk? Anelio de la Croce kemény fickó. Joey Armoni-nak ezt még bizonyítania kell. Ez jó. Hey, Anelio! Joey, gyertek ide! Az unokabátyám, Carlo Gambino. Volna egy kis munka Vito. Vito Genovese-nek? Kit kell megölni? Téged? Ki vagy te, nagyokos? Ne, Carlo, csak viccelt. Ne bánsd. Hagyjuk a dumát. Lássunk inkább munkához. Kaptok egy lehetőséget. Ha nem szúrjátok el, talán bemutatlak Vitónak. Na, gyerünk. Tessék a fenyőfa! Tessék! Itt vannak a madarak. Minden fenyő egy doboz piát akar. Jó kis álca, mi? Oké. Na gyerünk, adjunk nekik. Nem. Várj. Váljunk ketté. Ha ketten a mellékutcából megyünk, elzárjuk az útjukat. Tetszik, amit mondasz. Ha a fegyvert rántanak, a lábukat üssétek először, ne a fejüket. Azzal időt nyertek, még ha nem is talál. Ha a földön van, akkor üthet el a fejét. Te velem jössz. Tessék a fenyő! Köszönöm, uram. Tessék, jól választott. Kocsihoz. Ki tud vezetni? Majd én vezetek. Gyerünk! Csak a piát. A fákat hagyd. Vigyük azt is. Egy csomó kölyöknek még sose volt fája. Mi vagyok én, Mikulás? Ez bízd rám. Kérlek. Nem bánom, a kocsira. Köszönöm. Az Isten megáldja magukat. Ó, édes Istenem, karácsony. Vito Genovese küldi. Boldog karácsonyt maguknak. Ó, hozzátok. Vito Genovese-től. Kellemes ünnepeket. Oda a lábam. A fenébe a fenyőikkel. Remek fenyves karácsony mindenkinek. Fenyves? Ez lesz a neved. Hé, Carlo, gyere csak. Mr. Genovese. Kik ezek itt veled? Az embereim. Az unokaöcsém, Póli Castellano, Neil és fenyves.
Azt beszélik, egy csapat kölyök szétkergette a nárdinókat a Mott Street-en. Fenyőfákat osztogatnak. Carlo, mondd, ezt ki találta ki? Póli ötlete volt az egész. Castellanoé, a hentes fiáé. Állj arrébb. Póli, ha? Jó ötlet volt. Az emberek boldogok. Nem került semmibe, jót tesz az ügyünknek. Hé, nézd rám. Van benned kurázsi, te gyerek? Carlo, Neil és Fenyves is segített. Remek. Nesze. Adj nekik még pár dollárt a fa mellé. Nem ehetnek fenyőtobozt, igaz? Használd a fejed, Póli. Emlékezni fogok rád. Hé, gyertek ide. Vesztek, legközelebb jól jöhet. Tegyétek el, fiúk. Na végre. Nagyon köszönöm, Mr. Genovese. Szóra sem érdemes. Indíts. Paul az agytrözt. Te meg én. Sokra vihetjük együtt. A csúcsra jutunk. Jó itt fenn, ugye? Igen, hát persze. Látod ott a felhőkarcolókat? Ott vannak a hatalmasok. Akinek aranya van, az írja a szabályt. Akinek fegyvere, az elveszi az aranyat. Ez úgy hangzik, mint a Carlo mondaná, nem is te. Neki van igaza. Kétfajta ember van a világon. Az, aki megszerzi, és az, aki nem. Nekem nem egy hentes üzlet kell. Nem egy negyedik emeleti bérlakás telekölykökkel, nem. Az nem nekem való. És neked sem. Én nagy házat veszek neked. Azt akarom, hogy nagy, drága autóval járj. A gyerekeknek a legjobb iskolát. Tudom, hogy te is akarod. Ugyanúgy, mint én. Látom a szemeden. Persze, én is szeretnék úgy élni. Nagyon szeretnék, csak úgy félek, hogy valami történik veled. Hát ne félj. Ne félj, tudom, mit teszek. És mindent elérünk, Nina. Te meg én. Nem is tudom. Dehogy nem. Tudod, Nina. Tudod. Csak annyit mondj, hogy velem maradsz. Egy valamit ígérj meg. Bármit. Ígérd meg. A gyerekeinket kihagyod ebből. Nem lesz közük a piszkos ügyletekhez. Megígérem. Rendben. Esküszöm. Carlo Gambino több, mint beteg. Haldoklik. A szíve és a mája viszi el. Körzeti FBI iroda, Manhattan. A rohadék. Szép csendesen meghal az ágyában. A milliómas. Most az a kérdés, ki lesz a következő keresztapa? De La Croce. Ő a legerősebb, a legjobb emberekkel. Övé Gotti, meg a többi barom. Castellanónak is jó emberei vannak, és sokkal több. Ő az agy. Ő mossa tisztára a pénzt. Gambino mindig hallgatott rá. Na és a fenyves? Ő is alapító tag. Gambino tanácsadója volt, de nem vezéregyéniség. Ugyan már, Castellano. Túl elméleti a fickó. Tudod, mit mondanak? Ha nagy pólit keresed, ne a klubba menj, csak is a bankba. Bizony. Ezt nézzétek. Ruhaipar, beton, útépítés, húskereskedelem, szemétszállítás, porró,
Szerencsejáték. Prostitúció. Gambino minden létező iparágon rajta tartja a kezét. Mint Paulinak köszönheti. Az a fickó egy trösztöt is elvezetne. Pontosan. Ha Gambino meghal, Paulinak adja át a stafétát. Neil Delacroce és a fenyves is őt fogja támogatni. Egyetértek. Delacroce és Castellano olyanok akár két testvér. Castellano lesz az. Követjük a pénz útját, ameddig lehet. Többnyire eljutunk a kápókig, aztán nyomavész. Ez a fickó zseni. Nem érdekel, mennyire elszigetelt. Bizonyítékot akarok, hogy az ő emberei vannak az utcán, akkor beporoskázhatjuk a kápókat. Mind egytől egyig. Előbb vagy utóbb, még magát a nagy Castellanót is. Rács mögé dugjuk a nagy Pólit. Imádok felmenni. Na, itt kellene dolgoznom, inkább éhen halni. Valakinek itt is kell. Szerencsére nem nekem. Én inkább megelégszem a második szinttel. Pedig innen sokkal szebb a kilátás. Innen nem látszanak a kuplerályok, a lányok, az uzsorások. A lenti világ undorító mocska. Ugye, Tomi? Az üzlet az üzlet. Ne felejtsd el, Paul, hogy abból a lenti mocsokból gazdagodtunk meg. Fenyves, ha az öletbe ül az unokád és azt kérdezi, nagyapa, miből vetted azt a nagy házat, a szép kocsikat, mit mondasz? Hogy strici voltam, raboltam, csempésztem? Tudod, te azt jól hazudok nekik. Távol tartottam őket a dolgainktól, akár csak te. Itt a vége, ámen. Vitesz le az ötödiknek. Jó napot! Isten hozta a 14-en. Jimmy, úgy hallom, van egy kis gondja. Ó, csak alig, hogy beszavaztattuk a szervezettel, kivújna a 200% alól. Hadd csak, hadd beszéljen. Nos, ha jól megnézzük, nélkülem itt megállna az élet, igaz? Nem hoznak építési anyagot, nincsenek darukezelők. Mr. Gambino tudja, hogy én jól végzem a dolgom. Nem így van? Nem Mr. Gambinoval van magának baja, hanem velem. Maguk csak kiadják a munkát, de arról én gondoskodom, hogy legyen rá ember és ne hőzöngjenek. Nem látom be, mi a fenér kéne nekem is leperkálnom azt a 200%-ot, mint a többi surmónak. Nem okos dolog ez, barátom. Hadd csak, fenyves. Én szeretem az őszinte embereket. Én is egyenes leszek. Mi beszavaztuk magát, megállapodtunk. Most nem akar fizetni. Szereti a levest? Mit? A levest, érti, szereti? Igen, szeretem, de hogy jön ez most ide? Remek, örömmel hallom. Mert ha most Tomi szétveri az állkapcsát, kénytelen lesz összevarratni a képét, és legfeljebb levest tud majd ebédelni, szívószállal. Gondolja meg még egyszer, képes lenne nem fizetni nekem csak, hogy levest ehessen? Nos, igen, gondoltam, egyezkedhetünk. Előfordul ilyesmi. Elismerem, hibáztam. Hisz megállapodtunk. Örülök, hogy egyetértünk. Hogy szóba hoztam az evést, egészen megéheztem. Menjünk, harapjunk valamit. Jó kis viskó, mi? Szép darab. Már is idegesíts. Azok ott bent zabálják a sztéket, mint a középkori várurak. Castellano birtok. Meg itt kapunk gyomorfekét. Na jó, ide hallgass. Imádom ezt a kocsit. Tudod, mit fogunk csinálni? Bedrótozzuk a házat. Őrügyet keresünk, engedélyt kérünk, aztán valahogy bejutunk. Én mondom, ha egy kicsit befűtünk nekik, előbb-utóbb valamelyik bepánikol. Mi a franc ez, nézd csak? Ez Gacsi. Nino! Hé, hey, csak lassan a pisztolyal, fiúk! Tessék! Miért? Egy kete kávé és egy kis házi cannoli. Mr. Castellano küldi. Tessék! Jó étvágyat! A tálcát csak adják a kapuban. Igazam volt? Már is bepánikoltak. Tele a gatyájuk. Nina, remek lett. És te bejárónőt akarsz? Főzne ilyet egy bejárónő?
De elmosogatna utána, folyton robotolsz. Hagyjuk ezt. Figyelj, Connie nem jött még haza. Vacsorázhatunk nélküle? Az egyetlen lányom nélkül vasárnap. Nyilván megint a férje. Közületek való. Nina, ne kezd már megint. Nem én választottam a férjét. Itt vannak a fiúk, rád várnak. Légy következetes. Ne felejtsd el, mit ígértél. Hogy tehetném? Apa, be akarunk szállni. Felejtsd el, szó se lehet róla. Te is ezt választottad. Utálok tanulni. Te csak az elemit jártad ki, és nézd magadra. Nézd rá, mit látsz? Bárhol emelt fővel jelenhetsz meg. Tisztelnek. Tisztelnek vagy félnek? Ha? Azért gürisztem egész életemben, hogy a fiaim vigyék valamire. Egyetemre fogtok járni, diplomát szereztek, emelt fővel fogtok járni, és senkitől sem kell tartanotok. Apa, azok a zsaruk egy ócskat ragacsban ülnek odakint. Egyetemre jártak, és mire vitték? Hadd mondjak valamit azokról a fickókról az ócskat ragacsban. Azok ott a világ legerősebb szervezetéhez tartoznak. Ha én egyetlen egyet hibázok, eltaposnak, mint egy csótányt. Amíg ezt nem felejtem, addig erősebb lehetek, mint azok. Az élet nem mozi, fiúk. Itt néha meghalnak az emberek. Ti nem vesztek részt ebben. Találgatni, hogy ki fog kinyírni, a legjobb barátod vagy a kormány. Milyen élet ez, mondjátok? Figyeljetek, már régen meg akartam mondani. Paul Junior, Joe, tiétek a kékszalag húsgyár. Rendben. Filip, mától te felelsz a cementgyárért. Törvényes keretek közt. Semmi máshoz nincs közöttök. Világos? A fiaim vagytok. Gyere, ölej meg. Köszönöm, apa. Milyen érzés milliómosnak lenni? Apu, köszönöm. Sikerült? Megtetted, ugye? Megígértem, mielőtt elvettelek. Megígértem ott a tetőn, emlékszel? A kölykök tiszták. Köszönöm, Póli. Isten megáldjon. Jó hét. Jó hét. Ki ajánlotta? Catherine bejárónője ismeri a nővérét. Most jött Kolumbiából, nem ismer senkit. Szólj neki, hogy ne menjen a dolgozószobámba. Nem mutatkozzon sokat, amikor itt vannak a fiaink. Nem én akartam felvenni. Nina, lazíts egy kicsit. Menj vásárolni, látogasd meg Connie-t. Én sosem panaszkodtam. Menj, érezd jól magad. Gambino birtok, Long Island. Mintha legalábbis a pápa haldokolna, nem egy Gambino nevű öreg gengszter. Neil de la Croce, Nino Gaggi, testőr és uzsorás. Gyerünk, Neil, mosolyog szépen. Roy de Meo és Tommy Agro. Rablás és zsarolás. Di Bernardo, a pornó király. És... Fejnyves Armone, az építési vállalkozó. Mind megvannak, hála Istennek. Akár az éhes cápák. Úgy igaz. Holnaptól lekötjük. Ne aggódjon, nem fogjuk elbukni. Mrs. Castellano. Asszonyom. Castellano. Isten hozott. Jó napot.
Fenyves. Nos, doktor, úgy látom, javult az állapot. Természetesen bármikor szólnak. Póli, hol az én nagy Pólim? Itt vagyok, Carlo. Te meg én. Még most is együtt. Még most is. Életemben mindig azt tehettem, amit akartam. Mert Isten erőt adott nekem. Azt akarja bánjam meg a bűneimet. Kinek? Nem bánok semmit. Imádtam minden percet, minden pillanatot. Tudom, hogy Isten úgy is megbocsátja, hogy néha káromoltam. Félek, Póli. Félsz te? Nem, soha. Talán nincs Isten. Utálok félni. Senki se jut ki élve, Carlo, igaz? Igaz. Hé, Póli, emlékszel arra a karácsonyra, ugye? Igen, emlékszem. Te voltál mindig az agytrözt. Pihenj, Carlo. Az én bűnöm, hogy belekevertelek ebbe. És még csak most jön a neheze. Kinevezlek minden főnökök főnökének. És Neil? Övé az utca. Te vagy az agy, a szellem. Neil már tudja. Ide hallgass. Átok lesz ez rajtad, nem áldás. Megtanulod, milyen az egyedül lenni. Pihenj, Carlo, pihenj. Gratulálok, Paul. Te és az embereid egyetértetek a döntéssel? Igen, így kell lennie. Én nem vagyok keresztapa. Nekem az utcán a helyem. Változásokat akarok. Te vagy az első emberem, a jobb kezem. Légy. Kicsit megértő a fiatalokkal. Ne követelj túl sokat. Az újak nem biztos, hogy megértik, mi jár a fejedben. Nem árt, ha gyorsan tanulnak. Sokat akarnak ezek a kölykök. Nagy a szájuk, de kevés az eszük. Gyors és könnyű sikert akarnak. Akárcsak mi annak idején, nem igaz? Változik a világ, nekünk is változnunk kell. Hogyne, mától a te kezedben vagyunk. Én is, és az embereim is. Gotti és Angelo. Hogy érjük el, hogy velünk tartsanak, ha? Ezt mondd meg. Együtt indultunk. Együtt megyünk végig. Hát igen. Köszönöm, Paul. Mr. Castellano, örvende. Értem már. Igen, ő, a hátsó. Úgy látom, nagyon gond terheltek ma a fiúk. Kíváncsi, a kit küldesz Miami-ba. Ki lesz az? Ma este kiderül. Paul! Alig várja, hogy megismerkedjen velem. Jézusom, a nagy Castellano. Brenda, a New Yorki akadémiáról. Színésznőnek készülök, és maga a legnagyobb példaképem, az ideálom, egy igazi hős. A keresztapát is megnéztem 16-szor.
Hé, Paul, mi lenne, ha elvonulnánk egy kicsit kettesben? Beszélgetni. Ugye szólíthatom Paulnak, nem bánja, igaz? Paul egy kis megbeszélni való. Ne, megbocsát. Elég, gyere. Miért? Szevasz, te hozol. Minden rendben? Hogyne. Miért nem tartják ezek pórázon a cicáim? Aki ilyen nővel kezd, akár főbe is lőheti magát. Úgy jel, mint Sámson a kis Delilával. Levágta a tökét. Aját, Tomi, nem a tökét. Az mindegy, de elvette az erejét. Az ilyen szép nőknek mindig ez az átkuk. Ne feledd, hogy minden szép nő mögött áll egy fickó, aki marhára unja már kefélni. Na jó, nagyon kérem, ne engedjétek a közelembe ezeket a lányokat. Csak a testemen keresztül. Miért? Nem kell kiborítani a babát a kádból. A gyereket kiönteni a fürdővízzel. Azért én megmosnám a hátát. Vagy bármiét. Mr. Castellano. Igen? Kérem, meghívhatom az asztalunkhoz. Most nem, Joey, de később még beszélnünk kell az üzletről. Köszönöm. Szóval Bazzini kapja Floridát. Igen. Megbízható fiú, jól fizet és nem erőszakos. Kinevezem egy évre, aztán meglátjuk, mire megy ott lent délen. Hadd lássák a többiek, milyen stílus értékelünk. Talán attól leiggadnak egy kicsit. Rendben? Akkor szállj! Szelő, egészségünkre. A 200 millióra. Babát a fürdőkádból, mamma mia. Imádom a főcímdalt, mert én jövök utána, és azt mondom, jó estét, Isten hozta önöket a Joe Franklin showban. Mondhatnám persze azt is, hogy Isten hozta önöket a Johnny Carson showban, vagy a Phil Donahue showban, de nem mondom, mert nem az van nekem ideírva. Póli! Akarod tudni, miért lassan nyírjuk ki? Miért nem lőjük le? Példás tatuátok. Így jár az, aki újat húz veletek. Helyes válasz. Okos vagy, Paul. Tovább! Nézd! Tanulj! Uram! Álmodott? Sajnálom. Jobban van? Most már igen. Tessék, uram, forró csokoládé. Jó ét. Bocsánat, hogy is hívják magát? Gloria. Gloria. Persze, üljön le, kérem. Nem, nem, uram. Kérem. Szeretem megismerni az embereket, üljön le. Nagyon finom. Gyömbér és szerecsendió, jót tesz. Nos, tudja, ki vagyok? Igen, maga a főnök. Igen, a főnök. Jól beszéli a nyelvet. Az iskolában a pap azt mondta, az angol a hatalmasoké, akik a világot uralják. Hatalom, pénz. Ezért jött Amerikába? Nem, uram. Személyes okból. Ne mondja folyton, hogy uram. Így is elég öregnek érzem magam. Szólítson Paulnak. Az nem helyes, uram. A főnök mondja meg, hogy mi a helyes, nem? Bocsásson meg. Gloria, köszönöm, hogy elűzte a rossz álmot. Az embernek az élettől kell félnie, nem az álmoktól. Maga még nagyon fiatal ahhoz, hogy ezt megértse.
Jó ét, Paul. Látja, nem olyan nehéz. Szép álmokat. %25 az enyém. Más világ lesz. Tegnap az átverés. Floridában. Hónapok óta nem láttam. Nagy elismerés ez. Megtiszteltetés. Unokatestvérem Don Carlo nagy ember volt. Hiányozni fog nekünk. De most az üzletre kell koncentrálnunk. Van egy tervem. Egész New York City a miénk lesz. Minden barátunknak munkát biztosítunk. Nagy építkezésekbe kezdünk, és a szakszervezetek segítségével feljutunk a csúcsra. Miénk lesz itt minden felhőkarcoló. Mindegyik. Hatalmas vagyont szerzünk. A törvény nem köthet majd belénk. Arra kell törekednünk, hogy ne legyen állandóan nyomunkban a rendőrség. Nem mindegy, hogy az embereitek mivel foglalkoznak. Hitelezés, sorsjegy, tengerhajózás, autókereskedelem. Ezek a tevékenységek nem keltenek feltűnést. Nem lehetnek sem rendőrségi, sem civil áldozatok. És a legfontosabb, most jól figyeljetek. A drogkereskedők az életükkel fizetnek. Aki megpróbálja, meghal. Nincs kivétel. Carlo időnként szemet hunyt felette, én nem fogok. Nincs mentség, nincs magyarázat, ha bármelyik barátunkat tetten érjük. Csak az emléke marad. Nem lesz kegyelem. Mostantól csak legális üzletek léteznek. A rómaiaknál is tovább uralkodunk. A szakszervezetek keresik a bizalmunkat. Egy nap az Egyesült Államok elnöke is eljön. Mi van? Csupa jelentéktelen dolog. Nem jutottunk közelebb Pólihoz. Azért van itt valami. Engedély a Burgin Klub lehallgatásához. Nagyszerű. Az Delacroce bandája. Gotti lesz a kulcsfigura. Nagy szája van. Szeret hencegni. Lássatok hozzá. Igen, uram. Mi van? Még él az a vérdíj, amit Joe Piston ügynök fejére tűztek ki. Sosem felejtik el ezt a Donnie Brasco ügyet. Castellano ezt is megörökölte Carlótól. Tennünk kellene valamit. Ugyan mit? Kérjük meg Paulit, hogy felejtse el? Igen, miért ne? Hogyne. Próbálkozzunk valami értelmesebbel. Inkább poloskázzátok be a Burgin Klubot. Bizonyítsd be, hogy Póli emberei vannak az utcán. El kell írnünk, hogy lehallgathassuk. Elkapom. Találj ki valamit. Minket akarsz meglopni? A drukkert! Még egyet, még egy utolsót! Játszmalabda! Bent van! Ez az! Köszönöm! Mi folyik itt? Megpuhítjuk őket. Nem megmondtam, hogy előbb beszélni akarok velük. Mire megyek most ezekkel, ha? Mondtam, hogy egy tetves ír sorsjegyárust sem akarok látni a negyedünkben. Kérem. Mit kérsz te? Mégis kivel beszélsz, te patkány? Mr. Castellano, ott tegyük jóvá. Még jóvá tehetitek, de ez az utolsó esélyetek. Látod a különbséget jó indulat és gyengeség között? Igen. Beszédem van veletek, ide hozzám. Nem azt mondtam, hogy várjátok meg a parancsot. Hol, ezeket már figyelmeztettük, jobb lesz, ha komolyan veszik. Adtam parancsot? Nézd, nagyon sajnálom, de Neil azt mondta... Nem érdekel, mit mondott Neil. Én vagyok a családfeje, nem Neil. Utoljára szóltam. Világos? Uh-huh.
Te ússzon egyet, miért ne? Nem, csak néztem a vizet. Nem is tudom, minek van, sose használjuk. Nagyon szép. Jó lehet szép dolgok közt élni. A pénz kényelmessé teheti az életet, de boldoggá nem. Tudja, milyen álmaim vannak. Tetszik, ahogy rám néz. Mint a fejembe látna. Talán belelátok. Bármikor úszhat, ha akar. Köszönöm. Meg lesz, Mr. Castellano. Zsák számra fog dőlni a lépól. Sose láttam még ilyesmit. Minimum évi 200 millió. Szép napunk van, fiúk. Már csak Carlo láthatta volna. Vagy Vito. Ellene képedve mi? Azt mondaná, há, ki se néztem volna ezekből a koszos utcakölykökből. Az álmod valóra válik, Paul. Úgy, ahogy mondtad. Ez csak a kezdet. Hamarosan minden a miénk lesz. Minden építkezés Manhattanben. Menjünk. Biztos ezt akarod? Joe Piston a barátom. Zsaruk, nézzétek! Két nyomorult szarjankó. Nyugalom, Tommy. O'Brien ügynök vagyok az FBI-tól. A társam Körinz ügynök. Igen. Joseph Piston titkos ügynök. Önök Donnie Brasco néven ismerték. Vérdíjat tűztek ki a fejére, a feleségére és a gyermekeire szintén. Nem ismerem Donnie Brascót. Joseph Piston. Joseph Piston, nem Donnie Brasco. Közlöm önnel, ha bármi történne Joseph Pistonnal, vagy bármely családtagjával. Közönséges utcai autóval esett, vagy akár nukleáris katasztrófa. Az FBI és a legfelsőbb bíróság minden mozgósítható embere azon lesz, hogy elkapja magát és a barátait. Világosan beszéltem, Mr. Castellano? Nem sok ilyen bátor ember van maguknál. Többnyire kocsikból kukkolnak a teleobjektívjaikkel. Ez nem válasz, uram, én választ várok. Akkor jól figyeljen. Ha egy kicsit is ismerne engem, tudná, hogy sosem adnék utasítást ilyesmire. Elítélem az ilyet, de ha már egyenesen beszélünk, megkérném valamire. Mi lenne az? Ha kíváncsiak rám, keressenek meg. Mint maga, ahogy férfiakhoz illik. Ne bujkáljanak, ne koholjanak vádakat. Ismerem ezt. Gyáva, beszari dolog. Minden jót, uraim. Minden jót, Mr. Castellano. Töröljétek el a vérdíjat. Ezt nem mondott komolyan. Carlo hibázott. Ennek vége. Piston zsaru, a családja civil, nem esett bajuk. És mi lesz a barátainkkal, akiket Piston lesittelt? Akiket feldobott Donnie Brasco néven. Neilnek igaza van, ezt nem fogják lenyelni a fiúk. Nem érdekel a véleményük. Nem az utcán intézzük az ügyeinket, hanem törvényesen. Amit mondtam, megmondtam. Bergin Social Club, Ozone Park, Queens. Nem fog menni, nem helyes és kész. Igazad van, jól persze. Vannal. Menjünk befelé. Ígyunk inkább egy kávét. Rendeltetek nem. Már? Igen. Miért nem te csinálod? Carlo rosszul döntött. Ki fogunk szorulni? Jönnek a niggerek, a kubaiak, meg a kínaiak. Mondd meg, mit tegyünk? Ezt nem hallottam. Jobb, ha befogod a szád. Mit akar ez? Futni hagyjuk Donnie Brascót, átengedjük az utcát, szinte mindent? Építkezések mi a fenének? Mi lett az üggyel? Beszélek vele. Nem tiszteli a hagyományainkat. Elég ebből! Forró a talaj alattad. Fiamként szeretlek. De nem tehetek érted semmit, ha így beszélsz. Mi rosszat mondtam? Tán nincs igazam? Én is szeretlek, jól tudod. A kezedbe adtam az életem. Nem beszélhetsz így, John.
Ő a főnök. Ez az. Engedélyezniük kell Castellano lehallgatását. Fogalmam sincs, hogyan jutunk be a házba. Találj ki valamit. Mi vagyunk az okosabbak. Mutassuk meg. Még valamit. Ne legyünk túl hálásak Castellanónak, amiért eltörölte a vérdíjat. Azért megkönnyebbültünk. Ne áltasd magad. Az a pasas hidegvérű gyilkos, és még 3000 áll mögötte. Nincs kegyelem. Messze Bogotától. Első áldozó voltam. A piacról tartottam hazafelé. Amikor megtámadott, meggyalázott, kihasználta, hogy csak egy nőt lehet. De még nem voltam nő. Gyerek voltam. Istenem. Isten nem volt ott. Isten elbújt a templomba. A szemét telepet értem magamhoz, ahol hagyott. Most már tudja, mi vagyok. Romlott lány. Gloria. Mind romlottak vagyunk. Mindannyian. Ami magával történt, az a múlté. Kényszerítették. Nem a maga hibája volt. Én halott vagyok. Meghalt a lelkem. Éreztem én is ilyet. Maga? Miért? Egyedül érzem magam. Néha az az érzésem, megöregedtem. Szeretek magával beszélni. Olyankor úgy érzem, mintha fiatal volnék. Kisfiúsak a szemei. Mennem kell. Gloria? Hola, como está? Elnézést, nem akarom feltartani, csak egy percet kérek, ha lehet.
O'Brien ügynök vagyok. A társam Körinsz ügynök. Az FBI Manhattani irodájából. A bogotai rokonai jól vannak. A húga átesett egy influenzán, de már meggyógyult. Beszéltek a családommal, miért? Lehet, hogy eljönnek meglátogatni magát. Mit szól hozzá? Beszélhetnénk róla. Nézze, ha gondolja... Tűnés! Tűnés! El az utamból! Én nyugalom! Tudják, miért jöttem el? Az olyan tetvek miatt, mint maguk! Fasiszták! Ez itt Amerika! Kiabált velük? Igen, óriási jelenet volt. Álltak ott, mint két faszent a szaláviukkal. Más lány begazolt volna. Kár, hogy nem láttad. Tüzet okádott. Nagyon ránk szálltak a zsaruk. Már a bejárónőt környékezik. Fenyves? Rossz hírem van, Paul. Ne idegesíts fel. Bazzini szégyent hoz a fejünkre. Nem csak, hogy nem fizeti rendesen a kamatot, de a lóvénkat kokain és heroin ügyletekbe fektette. De ez csak rágalom, ugye? Gondolod, hogy zaklatnálak ilyesmivel, ha nem volna igaz, okádnom kell tőle. Floridában másról sem beszélnek. Neki ott a Miami-t, ez meg szemenköp. A legrosszabb, hogy Fort Lauderdale-től délre már mindenki tud róla, ide is elér a hír. Rengeteg pénz van a drogban, nagy lesz a kísértés. Te hoztad a törvényt, meg kell halnia, hadd vágjam haza! Nem te. Küld Agrót. Intézz el, de feltűnés nélkül. Nyoma se maradjon. Hozd ide a kedileket, utálok gyalogolni. Tiszta víz vagyok, ki csinál ez a pára? Bekapcsolom a légkondit. De még az idén, ha lehet. Gyerünk, húzd már azt a dagat senked. Ez nem Bazzini. De az az ő kocsia. Ez Bazzini kocsia. Ki vagyok, barátom? Joey Bazzini! Nektek végetek! FBI! Megállni! FBI, dobja el! Gyerünk! Mozgás! Kezeket tarkóra! Gyerünk, gyorsabban! Szerencsés fickó maga, Joey! Fogtuk Bazzinit, Castellano emberét. Gondolom érdekli magukat. Izzasszák meg egy kicsit, mindjárt ott vagyunk. Szép munka volt, köszönjük. Rendben, épp elérjük a gépet. 10 éve pontosan fizetek neki. Egyszer elmaradok és továbbítok egy kis anyagot. És tessék, rám küldi a mocskos Agrót. Mi magával vagyunk, Joey. Na, ettől már is jobban érzem magam. Nézze, tegyen vallomást, hogy a Gambino család megbízásából dolgozott Floridában. És Paul Castellano védőszárnyai alatt. Vagy visszavisszük New Yorkba. A maguké, fiúk. Nekünk csak akkor kell, ha vallomást tesz. Igaz? Halott vagyok. Nincs mit vesztenem. Tegyek vallomást. Miért ne? Szarok én az egészre. Ez a legokosabb, amit tehet. Ha Bazzini Castellano ellen val, akkor Paulit beidézhetik Floridában tanúnak. Már anélkül is vádat emelhetünk Bazzini ellen. Igen, igen, hogy ne, nem ő érdekel, ő a maguké. Nekünk az kell, hogy Pauli ide jöjjön. Minek? Hogy letagadja, hogy valaha is látta Bazzinit? Nem, azért, hogy Pauli és Bilotti eltűnjenek a házból. Tökéletes. Minden stimmel. Csak tanúként hallgatnak meg, nem emeltek vádat ellened, és a lehető legjobb ügyvédeink vannak. Agro őrült, és Demeo sem jobb nála. Búcsút inthetünk mindennek, amiért eddig dolgoztunk.
az építkezéseknek, a szerződéseknek. Még a szakszervezetek is hátat fordítanak majd nekünk. Csak Bazzini van a kezükben, Paul. Agróval hiába próbálkoznak, nem bírják szóra. Ugrisok. Önfejűek. Mindent elcsesznek. Ebből elég volt. Oké, Fenyves. Figyelmeztetnünk kell Bazzini családját. Kinyírjam a feleségét? Elment az eszed! Mondd, hova teszed ilyenkor azt a kevés agyad, ami van a seggedbe? Mi ütött beléd? Tegyél 50 000-et Bazzini számlájára. Tudni fogja, mit jelent. Hogy támogatjuk, jó ötlet. Aztán Agro. Mozgósítsd a kapcsolatainkat a floridai börtönben. Emlékeztes Tomit, hogy miért jár utalom és miért büntetés. És amíg én odalent vagyok Floridában, ti kapjátok el a rendbontókat. Pontosan kire gondolsz? Tudod te, kikre gondolok. Kezd az őrült Emeóval. A gyilkolás a szenvedélye. Aztán Sacco, a drogos, egészen elmebeteg. Tisztítsuk meg a sorokat? Tisztítsátok meg. El van intézve, Paul, rend lesz. Használjátok ki az időt, amíg nem vagyok itt. És amíg ott vagyok. Ők hivattak Miamiban, nem igaz? Nem vedhetik a szememre, mi történik New Yorkban. Nagyon okos gondolat, Paul. Nem árt egy kis nyaralás. Igen. Miért is ne? Gloria, hadd maradjak egy kicsit. Ne, ezt nem szabad. Maga nős. Miért ne lenne szabad, ha mindketten akarjuk? Nem tudom. Mit érzel irántam? Jól élek a házában. Ez minden. Jól keresek és hazaküldöm a pénzt. A szüleim is jobban élnek. Szóval ennyi volna az egész. Csak is az állásod miatt. Nem, nem, én nem úgy értettem. Hagyjuk. Nem, tényleg, felejtsük el. Nem, Paul! Nem mondhatom el, mit érzek. Maga itt él. A feleségével. Maga a gazdám. Nem érti, hogy nem tudom elmondani, mi van a szívemben. Akkor felejtsd el, ki vagyok. Felejtsd el, hogy itt dolgozol. Felejts el minden rosszat, ami történt, és hagyd, hogy most jó legyen. Én képes vagyok megszépíteni az életedet. Nézz rám úgy, mint a férfira, aki gondodat viseli. Csak arról beszélj, amit irántam érzel. Mondd el. Mondd. Mondd el, mit érzel irántam. Mi ütött belé? Teljesen elment az eszed? Nem akarom megbeszélni. Elviszed magaddal Floridába? Mit gondolnak majd? Nincs benned tisztelet? Nem akarok beszélni róla, és ja, kész. Bocsánat. Te vagy a főnök. Nina. Hol van a manzsetta gombom? Majd Gloria megkeresi. Most tetszik?
Szép. Ne, Gloria, meg akarod fosztani a borra valójától. Egész életedben szolgálsz, most téged szolgálnak ki. Tessék. Köszönöm, uram. Mutatsz nekem, jó? Megmutatjuk, mink van. Előtte? Hát persze. Gyere, gyere, szállj be. Hé, galambok, nézzétek, mi van nekem. Hé, mi? Se hiszem, hogy itt vagyok. Pedig itt vagy. Elhiheted. Itt vagy velem. Köszönöm, Paul. Mit? Mindent. Hogy megszépíted az életem. Vacsora után vedd fel az új ruhádat. Elmegyünk valahova? Ahová csak akarod, amikor nem tanúskodom. Nem lesz baj. Minden rendben lesz. Hidd el. A legnagyobb rendben. 3 percünk van. Gyerünk. Indulás. Mindenki kedves hozzád. Beidéztek, tanúvallomást tettem, nem jutottak semmire. Ezt testkővel kell megünnepelni. Nagyhatalmú emberek? Igen. Olyan erősek, mint te? Ezt nem kötöm az orrodra. Tudom, hogy nem azok. Kemény az arcuk és a szemük. Az én arcom milyen? Bölcsességet sejtett. Annál is többet. Mély érzéseket. Talán túl mélyeket.
Látod rajtam. Érzem. Isten hozott, épp jókor. Nino, minden rendben? Persze. Tami? Csak bátran. Segíts bevinni. Ez az otthonom! Nem kupleráj! Hallod? Mindenki tudja! Folyton kérdezősködnek! Lapodj, hagyd abba! Hagyd abba! Te meg az a cafka! Tudod, mennyien nevetnek most rajtad? Rajtam! A családunkon! Te jó ég! Mint a tornádó dúlna a házban. Gambino ég Yoko Onoja miatt. Mit csinálsz, Nina? Elmegyek, Paul. Tessék, minden a tiéd. Csak a ruháimat viszem el. Connyhoz költözöm. Nina, ez nem helyes. Ez az otthonod. Azt akarom, hogy maradj. Túl sokat akarsz. Mindent nem kaphatsz meg. A büszkeségem a régi. Azt az egyet nem veheted el. Neil! Szevasz! De örülök, gyere, John! Hogy vagy? Remekül! Nina nincs itthon? Nincs, Connyhoz ment. Gloria? Neil, borzalmasan nézel ki. Jól vagy? Á, ne is mondd. Nem vagyok már a régi. Vacakol a szívem, rossz a vesém. Azt mondja, a doki be kell feküdnöm. Csak tudnám, hogy minek. De ne aggódj. Johnny fiú vitte az ügyeket, amíg a kórházban voltam. Én téged féltelek. Nincs semmi baj. De szeretném, ha áldásodat adnád Johnnyra. Szóval... átveszed a stafétát. Megtisztelő feladat. Igyekszem megszolgálni a bizalmat. Természetesen Neil felügyelete alatt. Ez a kölyök vonzza a lóvét, sokat hoz a konyhára. Ígérd meg, hogy támogatni fogod. Persze. John, volna egy kis megbeszélni valóm Neillel. Hogyne. Nézd, van itt néhány probléma. Ezek a tisztogatások, meg hogy futni hagyjuk Donnie Brascót, közben nyakunkon vannak a zsaruk. A fiúk egyre idegesebbek. Engem az idegesít mostanában, amit Fenyves hallott odakint. Nincs ínyemre. Mit hallott? Az emberei droggal kereskednek. Tessék! Hát ez nem lehet igaz, Paul. Tudod, hogy nem tűrném el. Ki az? Mondd meg! Angelo Ruggiero és Gene Gotti, úgy hallottam. Nem tudom elhinni. Hogy nem tudok róla? Én azt nem tudom elhinni, hogy John nem tud róla. Nem tudom, mit mondjak. Erre nincs mit mondani. Tudod, mi a szabály? Mit akarsz? Nyírjam ki őket? Nem is vagy biztos benne, de elvárnád, hogy megöljem, akit fiamként szeretek. Neil, ez a szabály. Drogért halálja. Szabály, szabály! Miféle szabály, Paul? Ezek gangsterek, kemény fiúk, nem úri gyerekek. Gyere, sétáljunk egyet. Te fedhetetlen üzletembereket akarsz csinálni belőlük, de hiába. Nem bújhatnak ki a bőrükből, Paul, értsd már meg. Ezek nem képesek felfogni ezt a magasröptű dumát. Szakszervezet, cementipari megrendelés, beruházások, még én se értem. Ha mind a saját feje után megy, egy perc alatt összeomlik minden.
Elvakítja őket a drog. Szemükre tudnád vetni? Hogy ne vetném a szemükre? Inkább keressünk szép csöndben 200 milliót, mint 500 milliót a zsarukkal a seggünkben. Hát nem érted? Rajtam kívül senki sem érti? És nem esélj itt nekem kemény fiúkról, Neil. Mert ha begyűjtik ezeket a kemény fiúkat, és kicsit megszorongatják, úgy énekelnek majd, mint Pavarotti. A mi időnkben... Mi időnkben, a mi időnk már elmúlt, Paul. Jaj. Nézd. Én egész életemben hű voltam hozzád. Amikor keresztapa lettél, örültem neki. Carlo tudta, hogy te vagy az ész. Hagyj egy kis időt, hogy a többiek is felvehessék a ritmust. Csak ennyit kérek. Megpróbálom. És ne haragudj, hogy felkaptam a vizet. Felejtsd el. Utána fogok nézni ennek az ügynek, de azt hiszem nem ártana összehívni a családfőket. Tegyük tisztába a dolgokat. Értékelem a javaslatot, Neil. De egy találkozó most kockázatos. Ez lenne a helyes lépés. Meggondolom. Ígérd meg, hogy nem bántod Johnt, amíg nem tudod biztosan. Szavamat adom. Utána fogok nézni ennek az ügynek, de... Ez az. Azt hiszem, nem ártana összehívni a családfőket. Tegyük tisztába a dolgokat. Közel vagyunk. Összeülnek a családfők, Pólival az élen. Ez akkorát szól majd, mint a nagyágyú. Remélem, nem kell soká várnunk. Lejárnak az engedélyeink. Talán, ha kicsit leszállunk róluk, nagyobb biztonságban érzik majd magukat. Nem hiszek benne. Fokozzuk a jelenlétet. Előbb-utóbb Pólinnak össze kell hívnia a gyűlést. Akkor mindet elkapjuk. Minden idők legnagyobb fogása lesz. Reggel 6 óra van. Mi olyan fontos? Remélem, jó hír. Vádemelés, de nem ellenünk. Tegnap éjjel kelt a Nassau-i körzeti FBI irodában. Angelo Ruggiero és Gingotti. Előzetes letartóztatásban vannak drogcsempészetben való közreműködésért. Az ügyvédeink szerint a zsaruk felvették a telefonbeszélgetéseiket. Neil nincs benne, Gotti a balhé. Gina bátyja és Ruggiero a Samessa. Neil haldoklik, és most még ez is. Gottit nem vitték be. Azt mondják, ellene nincs semmi bizonyíték. Paul, ne vedd a lelkedre. A többi családban is előfordul, nem csak a miénkben. Neilnek igaza volt. Tökéletesen igaza volt. Holnapra találkozót hívunk össze. Elvárom, hogy az összes családfő megjelenjen. Találkozó? Paul, a zsaruk minden lépésünket figyelik. Ki itt a főnök? Hát... Én vezetem az ülést, vagy nem, ha? Ostoba kölykök. A világ legnagyobb üzletét szúrják el. Hol keressek utánpótlást? Mondjátok meg. A Harvardon, a Yale-en? Bár találnék. Nem tudom egyenesbe hozni ezeket a gengsztereket. Tommy, keres helyet. De ne hotelt vagy éttermet. Tudok egy üres házat. Ez az, figyelj. Cameron és Auburn között. Cameron és Auburn. Az jó. Cameron és Auburn. Cameron és Auburn. Itt lesz valahol. A sziget másik vége. Mutasd. Cameron és Auburn. Végeztem. Ez az. Ott jön Tommy. Nem követjük. Tudjuk, hova megy. Mi legyen a furgonnal? Itt hagyjuk. Átülünk. Gyerünk gyorsan. Minden perc számít. Itt vagyunk, Cameron és Auburn. Jól van, tartsuk nyitva a szemünket.
Gyerünk, gyerünk! Hol vagy, Tomi? Ott lesz valami. Az Tomi kocsia. Oké, fordulj be a sarkon. Most jön a legizgalmasabb része. Várunk. Lépj be az FBI-ba. Látogass el érdekes helyekre, találkozz különös fazonokkal. Tudod, mi a furcsa? Mi? Hogy elkapjuk, aztán vége az egésznek. Nyugi, Joe, még a végén megsajnálod. Az ott rossz fiú. Mégsem a legrosszabb. Neki legalább van valami stílusa. De mi lesz azzal, aki a helyére lép? Azt is elkapjuk. Salerno! Salerno! Fogd a gépet! Fogd már a gépet, gyerünk! Hol van? Anthony Kövér Tony Salerno. A Genovese család feje. Megvan. Ez meg ki? Bingo, micsoda jackpot, oda néz. Tony Kacsa Corallo, a Lucchese család feje. Carmine Kígyó Persico és Jerry Langella, a Columbus család fő. Mind itt van, ez nem is lehet igaz. Őrület, mint ha safarin volnék Afrikában. Uram, atyám, a szervezett bűnözés vezérkara mind együtt, egy időben, egy helyen, egyetlen mozdulattal elkaphatjuk őket. Bingo. Mindannyian szeretjük a családunkat, és nagy birodalmat építünk. Mégis valamennyiünk családjában vannak türelmetlen és mohó fiatalok, akik droggal kereskednek a hátunk mögött. Ez nem mehet így tovább, ez büntetést érdemel. Higgyétek el, a drog aláássa az ügyünket. Megfúrja az összes legális üzletet, amiből ömlik a pénz. De figyelj, az építkezések nagyon bejöttek, teljesen igazad volt. De ezek a törökök nem szállnak le rólunk. Igaz. Egyesek szemet hunynak, mert jó pénz van benne. Nem akarlak megbántani, de épp a te családod ellen emeltek drogvádot. Így van. Amikor ma elmegyek innen, meglátjátok, hogy komolyan mondtam, a drogért halál jár. És tőletek is ezt várom el. Itt az idő, hogy leszámoljunk az engedetlenekkel. Tudjátok a törvényt. Én felelek a tetteitekért. Hey, John, ne jázd az eszed. Tudtad jól, hogy miben utazunk, nem? Pofa be, nem tudtam semmiről. Te igen! Na, hogy tudtad? Engedd el, Johnny, hagyd békén! Kérdettől fogva tudtad! Pontosan tudtad, mivel kereskedünk! Sosem kérdeztem meg! De tudtad! Tudtad, csak nem szóltál, mert hatalmas lóvé volt benne! Nem számítasz, most már mindegy, pofa be! Elég volt! Johnny, mondd meg, mit tegyünk, hogy mászunk ki ebből? Neil haldoklik. Ha meghal, Paul ránk szabadul, és mindannyiunkat kinyír. Mindhármunknak annyi. Hm.
Mihez kezdjünk? Nicsak, nicsak, váratlan vendégek. Mi ez? Constantino Paul Castellano, a maffia törvény értelmében vádat emeltek ön ellen. Parancsunk van a letartóztatására. Maffia? Szervezett bűnözés. Tudom, mi az. Paul! Fenyves felhívott. Jól van, gyere ide. Mi van? Mi történt, Paul? Mi folyik itt? Nina, most el kell mennem az urakkal. Minden rendben lesz. Nincs semmi baj. Fenyves, vidd vissza Connyhoz. Menjünk. Nincs semmi hogy baj. Ne, persze. Semmiség. Igen. Nyugi. Veled megyek, Póli. Nem, nem. Maradj csak. Ó, Istenem. Póli. Póli. Megaláznak az otthonomban. Csak a munkánkat végezzük, uram. Ha munkának hívják, jogos? Ne beszéljünk a jogról, uram. Meg kellett volna bilincselnünk. Nézzék, a médiacápák prédát szimatolnak. Itt az egész banda. Nem válaszolok! Menjenek! Engem is eléjük vetnek? Nem, hajtsa hátsó bejárathoz. És még azt hittem, kioperálták a szívüket a rendőrakadémián. Donnie Brasco. Nem tudom, mire céloz. Hallottuk, mit mondott Neilnek a konyhában. Eltörölte a vérdíjat. Hogyan? Bepoloskázták a házam? Lehallgatták a házam! Lehallgatták a házam, az otthonom, ahol élek, a családomat, ezt nem tudom elhinni. Ez még a maguk fajtájától is ocsmány. Lehallgatni egy lakást, egy irodát azt lehet, vagy egy klubot, de egy családi otthon soha. Ez hihetetlen, és még mit hallottak? Engem és Glóriát az ágyban. Okiztak és röhögtek. Intim dolgokra nem voltunk kíváncsiak. Nem való lehallgatni egy lakást. Nem való. Mr. Castellano, bevallom, régóta várom már ezt a pillanatot. Bűnszövetkezet létrehozásával gyanúsítjuk, ahogy a társait is. A maffia törvény értelmében élete hátralévő részét alig, hanem börtönben tölti. Kíván-e pillanatban mondani valamit, mielőtt hivatalosan ismertetjük a vádat? Tárgyalás nem is lesz. De lesz, ahogy minden állampolgárt megillet. Nézze, én brooklyni vagyok. Szegénynek születtem. Én nem mondom, hogy a szegények mentesülnek a törvények alól. Utálom az ilyen rényállást. Én a magam útját jártam. Az ember néha olyan fogadalmakat tesz, melyek minden törvénykönyvnél fontosabbak számára. És a fogadalmai szerint él. Mert ha nem, inkább ne is éljen. Így nincs mit mondanom. Tegyék a dolgokat. Azt tesszük, Mr. Castellano. A gyanúsított ügyvédje óvadékot tett le. $3 millió. Viszlát a bíróságon. Maguk hitványabbak, mint közülünk bárki.
Nem mi tettük ezt magával, Mr. Castellano. Maga tette. Beszélni akarok azzal a kabzsi féreggel. Gotti az oka mindennek. Minek? Tudnia kellett, mit tesznek az emberei. Szemet hunyt. A tudat róla meghal. Ilyen egyszerű ez. Megígértem Neilnek. Hé, Paul, figyelj ide! Egy barátunk utolsó kérése. Ha ez sem szent, akkor mi? Összehozunk egy találkozót, üzenünk de Kikkóval. Biztosítjuk a helyszínt. Valahol felső Manhattanben, egy jobb fajta étteremben. Spark Steakhouse. Úgy legyen. Nézd azt a hidat, gyönyörű. Olyan, mint mindig. Nincs neked szemed, Tommy. 100 éve áll itt ez a híd. Látod, fenyves? Igen, de akkor is csak egy híd. Egy csomó vasdarab összeheggesztve. Tommy, állj itt le az út szélén. Meg kellene beszélnünk a találkozó részleteit, Paul. Nyugi, van még időnk bőven. Tommy, állj már le valahol. A nagybátyám dolgozott az építésén. Belevéste a nevét valahol ott fönn. Minek, kérdeztem, ki látja ott? Azt mondta, senki. Csak Isten. Én téged nézlek. Nem a hidat. Erről szól az élet, Gloria. Hogy nyomot hagyjunk magunk után. Hogy éltünk, hogy itt voltunk a földön. Úgy beszélsz, mintha már halott volnál. Lehet, hogy már csak heteink vannak hátra. Paul, szökjünk meg együtt. Elmehetnénk Floridába. Vagy Kolumbiába, a szülőhazámba. Azt mondta, sosem ész vissza, értem, megtennéd. Igen. Bármit. Mit csinálnék ott? Az nem számít. Mert együtt lennénk. Nem tehetem. Mi lesz velünk? Ha egy nő és egy férfi szereti egymást, bármit megtehetnek. Bármennyire szeretném, nem lehet. Ez az életem. Nekem itt kell kiállnom a családomért. Nem dönthetek másképp. Már döntöttél. Engem választottál. Légy férfi. Önálló, nem falkavezér marakodó farkasok közt. Szeress engem. Maradj velem. Embereim számítanak rám, Gloria. Az életük attól függ, mit teszek. Francba $50-sokra megyünk a rendőrségi matricára. Ugyan, el is mondhatnál volna. Lazíts már, karácsony van. Hazám, boldog karácsonyt. Sok gonosz dolgot cselekedtem, atyám.
Nagyon sokat. Mások nyomorúságán sok millió dollárt kerestem. A főnökök főnökének hívtak. A saját szívednek mégsem parancsolhatsz. Ó, Póli, a legokosabb voltál mindközt. Megkísértett a sátán, és nem volt elég erőm, hogy visszatartsalak. Megbánod bűneid? Álmaim vannak. Nagyon rossz álmaim. A bűneid miatt, fiam. Kérj bűnbocsánatot. Bár csak ilyen egyszerű volna. Egy imával mindent helyrehozni. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, ámen. Rudolf Giuliani az ügy valamennyi vádlottját bíróság elé állította. Később New York város polgármestere lett. John Gotti vette át a Gambino család irányítását. Paul Castellano meggyilkolásáért később életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték. A Gambino család, miután elvesztette vezetőjét, Paul Castellanót, gyors hanyatlásnak indult, és többé sohasem nyerte vissza régi fényét.